A környezettudatos életmód hívei a 2 évvel ezelőtt alakult I Love Eco csoport tagjai is. Tanácsokat adnak egymásnak, hogyan termeljenek kevesebb szemetet, vagy készítsenek környezetbarát termékeket, és miként kerüljék el a pazarlást. Rendszeresen tájékoztató jellegű előadásokat is szerveznek. Legutóbb Hodosi Krisztián jogászt, lelkes környezetvédelmi aktivistát hívták meg, hogy a globális felmelegedés nemzetközi vonatkozásairól és annak hatásairól tájékoztasson. 5-6-10 éven belül már itt standard lehet az, hogy 40 fokos melegek lesznek, és jóformán ilyen tenger körülötti időjárást fogunk észlelni. Ilyen konferenciók is tudnak segíteni az, hogy ember változtatást tud tenni, tud változtatni a saját hozzáállásán. Ez igazán nagy döntést nem tud egymaga egy ember csinálni, de kényszeríteni tudunk cégeket, akik szennyeznek, kényszeríteni tudunk államokat. Főleg az, amit tudunk tenni, az a nagy nyomás. Nagy játékosokat kell ahhoz kényszeríteni, hogy a széndioxid levegőbe sugárzását redukálják. A környezetszennyező cégeket és tulajdonosaikat a profit miatt nehezebb meggyőzni a változtatásról vagy az előírt normák betartásáról. Kis odafigyeléssel és akarattal azonban mi magunk is hozzájárulhatunk környezetünk védelméhez, sokan próbálnak is ehhez igazodni. A globális felmelegedés egy óriási probléma, és meg kell találnunk a megoldásokat, és azt gondoltuk, hogy az előadás során talán egy kicsit több információt tudunk nyújtani az embereknek. Ez egy nagyon komplex, nagyon összetett probléma, úgyhogy nyilván ezt nem lehet egyik napról a másikra megoldani, de nagyon sokat tesz az, hogyha valaki mondjuk mellőzi az autót, ha valaki kevesebb húst fogyaszt, ha valaki szelektálja a szemetet, azt hiszem, hogy ezek olyan kiinduló pontok. A hőmérséklet globális növekedése miatt az utóbbi években térségünkben is egyre szárazabb a kanyarak és növekszik a meleg napok száma. A kevés csapadék hatással van a mezőgazdaságra és az állattenyésztésre is. Az utóbbi 2 évben csalló közt egy olyan szárazság, egy szaharai szárazság érte, ami megkérdőjelezi az állatoknak a takarmánnyal való ellátását, és a jövőben nézve mindenképpen erre fel kell készülni. Tehát egy intenzív gazdálkodásnak az alapja az lesz, hogy vagy öntözünk, és akkor lesz termés, és akkor lesz állat is. Ha pedig nem tudunk öntözni, akkor vagy lesz, vagy nem lesz. A környezetvédelme érdekében Dunaszerdahely városa is nagy hangsúlyt fektet a szelektív hulladékgyűjtésre. A lakótelepeken a háztartási hulladéknak szolgáló kukák mellett fokozatosan jelentek meg a válogatott szemét számára kijelölt, azonosítóval is ellátott kukatárolók. Jelentős változások vannak folyamatban a városi szelektív gyűjtés terén. Folyamatosan növeljük a szepar hulladék kukáinak a számát, így új konténerek kerülnek kihelyezésre, mind az üveg, papír és a műanyag gyűjtésére. Augusztustól heti rendszerességgel kerülnek kiürítésre a papíros szelektív kukák. Ez jelentős szelektív hulladék növekedést eredményezett, illetve a hulladék is tisztább. A háztartásokban felhasznált összegyűjtött olajat a városi oktatási intézményekben is le lehet adni. Továbbá a municipálvárosi cég pozsonyóti gyűjtőudvarában is van erre lehetőség. A tiszta fa hulladékot, a kárpit nélküli bútorokat és az építkezési törmeléket szintén ide lehet hozni az erre a célra kihelyezett konténerekbe.